Békesség néktek! János apostol a második levele első része, hetedik versében azt mondja, ez a hitető az Antikrisztus. Hát most egy olyan jégpályán vagyok, képzeljétek el, itt korcsolyázok lassan, ami nem mesterséges, hanem természetes. Lefagyott itt a víz, az egész országban hideg van, lefagytak a belvizek itt a Berettyó mentén, Szeghalom környékén, és kijöttem a két fiammal korcsolyázni a természetes jégre. Tudjátok, ez azért egy külön élmény. Ilyen manapság sajnos már nagyon ritkán van. Régen a műjégpályák nem voltak divatban. Hát most a természetes jégpályák nincsenek divatban, mert a műjégpályák elvették a teret. Kint meg nincs egészen annyira hideg, hogy lehessen használni az ilyen belvizeket, mint ez is itt mellettem. Szóval az a helyzet, tudjátok, az Antikrisztussal, hogy sokan sokféle becslésbe kitalálásban bonyolódnak ezzel kapcsolatban, de segít nekünk megérteni jobban az Antikrisztus személyét, aki azért a Biblia szerint már itt van ebben a világban, hogy az anti erőtag nem csupán annyit jelent, hogy valami ellen, hanem azt is jelent, hogy valami helyett. Tehát azok a Krisztus pótlékok megjelentek a világban, a hívők életében is, meg a nem hívők életében is, amelyek úgy tűnnek, mintha igaziak lennének, természetesek lennének, az igazi Jézus lenne, de ez egy másik Jézus, ez egy Krisztus pótlék. Lehet ilyen a vallás, ilyen Krisztus pótlék, meg mit tudom én, a egyéb ilyen, nem is akarom sorolni, hogy meg ne sértsek valakit, gyertek magatoktól rá. Tehát mi, amikor elmegyünk egy mű jégpályára, akkor az igazi jégpályát helyettesítjük. És akkor vannak ilyen mű Jézusok. És arra kérlek téged, hogy kérd az Istent meg, hogy Uram, taníts meg engem, hogy én ne a mű Jézusra menjek rá, hanem az igazi Jézussal legyen igazi kapcsolatom, és meg fogod látni, hogy a kettő között óriási a különbség. A Krisztus pótlékok, meg az igazi Jézus Krisztus között nagyon nagy a különbség, mint ahogy egészen természetes élményt ad ezen a pályán való mozgás, ezen a pályán való kapcsolatás, mint a mű jégpályán. Hát az se rossz, ha jégről van szó, de ha Jézusról van szó, akkor a mű Jézus az nagyon rossz.